Katie Ford. Álom és szerelem. Szerelem a hegyekben. A forgatókönyvet Katie Ford regénye alapján Ines Eshman írta. Kávét kérnék. Tej? Cukor? Csak tejet. Zene Jens Fischer. Szenzációs a kilátás ide fentről. Szép, ugye? Két évig harcoltam ezért a stand helyért. Átutazóban van? Nem, egy darabig maradok. Ide általában turisták járnak, kirándulók vagy hegymászók. Ó, a tej, elnézést. Fényképezte Nikolás Jurály. Keres erre felé? Valahogy nem hegymászónak néz ki. Nem, egy pár hétig itt fogok dolgozni. A Dalmész művekben, ismeri? A Dalmésznál fog dolgozni? Igen, az első nagyobb munkám. Nagyon izgalmasan hangzik. Meg kell győznöm a főnökömet, hogy érdemes volt felvennie. Kicsit ideges vagyok. Messze van innen? Nincs. Vagyis egyenesen a gyárba akar menni, vagy előbb a villába? Először a villába. Rendezte John Delridge. Philip Dalmén felajánlott egy szobát. Ó, szegénykém. Tessék. Na igen, tudja, Mrs. Dalmén egy kicsit különleges. Az én nevem Maggie. Jennifer Porter, Jenny. Ha kell egy váll, ahol kísérd magad, engem itt találsz. Mondd csak, megtennél nekem egy szívességet, mielőtt elmész? Friss tejet kellene hoznom. Most nem túl nagy a forgalom. Kicsit helyettesítenél? Persze. Köszönöm. Robert Grant Emerson. Jennifer Porter aláírta a szerződést. Tessék, már úton van Dalménékhez. Túl gyors az új munkatársam, nem gondolja? Tudja, mit Mrs. Lane? Én is oda megyek, legalább alaposan szemügyre veszem. Nem, szerintem ez nem rossz ötlet, de inkognitóban maradok. Legalább diszkréten tájékozódom a gyárban folyó körülményekről. Ott még senki sem ismer. Inkább foglaljon nekem egy szállást a gyár közelében. Köszönöm, Mrs. Lane. Dalmész művek, egy pillanat, pillanat. Ad postára. Kirsty McIntyre beszél, miben segít? Jó napot, Miss Lane. Vételi és elszállítási ajánlat 12 szövőszékre, tisztelt Dalmén úr. Örömmel értesültünk eladási szándékkal. Philip, kezdődik az ellenőrzés. Tessék? Grant Emerson titkárnője telefonált az előbb, hogy már úton van egy munkatársuk, aki felméri a vállalatot. Végül is jobb, mintha az ifjabb Grant Emerson jönne személyesen. Amióta átvette az irányítást az apjától, más szelek fújnak. Van valami esélyünk, hogy nem zárják be a gyárat? Fogalmam sincs. Minden esetre készítse elő az üzleti papírokat. Halálra rémített. Ne féljen, csak egy vevő vagyok.
Egy sonkás szendvics és egy almás répalé lesz. Mondja, tud várni egy pillanatot? Én csak ideiglenesen vagyok itt. Mi a gond? Én csak egy szendvicset kérek és egy italt. És nincs túl sok időm. Oké. Minden rendben? Igen. Csak nem először csinálja. Próbáltam elmagyarázni, de ön ragaszkodott hozzá, hogy szolgáljam ki. Kapok valamit enni és inni, vagy sem? Egyébként nem ez a megfelelő munkaruha ehhez a munkához. Igen. Ez az üzletpolitikánk. Mindent megteszünk vendégeink igényes kiszolgálásáért. Látja, megy ez. Miért nem elsőre? Ön hozzá van szokva, hogy parancsolgat, igaz? És mindig megkapja, amit akar, ugye? Igen. De a köszönöm nincs benne a szótárában. De igen. Köszönöm szépen a személyiségelemzést. Kérem, a cég ajándéka. A szendvics és az ital viszont $8 lesz. Jó napot! Minden rendben? A szendvics remek volt, és a gyümölcslé is. De remélem nem sokáig foglalkoztatja már a beosztottját. Nincs szakmai tapasztalata. Inkább menjen el pszichológusnak. A többi borra való. A jó és gyors kiszolgálásért. Milyen pimasz alak. De nem jön ide többet. Nem számít. Nem ide valósi. De elég jó képű, nem? Nem, szerintem nem. És úgy is elástam magam. Kellene egy leltár az összes gépünkről, Ava. Elsősorban a régi szárnyban lévő szövőgépekről. Holnapra meg tudod csinálni? Persze. Nincs semmi gond. Minden gépet ismerek. Kösz. És én kérem a listát személyesen. Ugye ti szoktatok köpködni? Nem bántalak? Ártalmatlan vagyok. Jó napot, Miss Porter! Gwen Dalmint vagyok. Jöjjön be, a bátyám már várja. Jó napot. Direkt kértem, hogy a kommentált kiadást szerezd meg nekem. Igen, anya, tudom, hogy mit kértél. De sajnos nem találtam meg azt a könyvet. Ön Jennifer Porter? Igen, nem engem várt. De örülök, hogy megismerhetem. Philip Dalmain. Jó napot. Csak azon csodálkozom, hogy ön mennyire fiatal. Az vagyok, igen. De Grant Emerson bízik bennem, ha ide küldött. És megmagyarázná, miért jött ide? Bocsáss meg, anya, de már elmondtam. Korszerűsíteni kell a cégünket. Az irodában számítógépek lesznek. És Miss Porter New Yorkból fogja installálni az új programokat. Vagy úgy, már értem. Egészen másképp képzeltem el önt. Jó napot. Remélem, kellemes útja volt. A vacsorát általában mindig pontosan 7:30 fogyasztjuk. Vagyis mindig, ha a lányom elkészül a vacsorával. Már készítem is.
Biztosan szeretne felfrissülni. Gwen, előkészítettél mindent Miss Porternek? A szobában tilos a dohányzás. Gwen majd mindent megmutat. Rendben, akkor először megmutatom a szobáját. Az anyám nem akarta megbántani, csak nincs hozzászokva a vendégekhez, de nagyon örül minden újdonságnak. Ahogy én is. Már olyan rég nem voltam New Yorkban. Nem ismeri a második sugárút és az East Houston sarkán az edekpékséget? Erre. De igen, szenzációs. Ugye? A sajtos kipi volt a kedvencem. Igen, a lazacos is. Igen, úgy van. Erre. Itt vagyunk. Kiürítettem pár fiókot. A szekrényben is van hely. Ott van a fürdő, és... itt van az ön extra internet csatlakozása. Az anyám magán kívül volt, mindenen spórolni akar. Igen, mert ezt az én munkáltatom fizeti. Igen, természetesen, de anyám szerint minden kiadás fölösleges, ha nem könyveket veszünk. Csak nem fázik. Hidegek a falak. De várjon. Tessék, ezt vegye fel. A régi kollekciónk. Mindig is gyapjú és kötött termékeket készítettünk. Köszönöm. Kérem. Kér egy kávét? Igen. Rendben. Mrs. Lane, megérkezett már az új munkatársam Dalménékhez? Nem. Igen. Oké. Rendben. Igen, köszönöm. Viszhal. Anya, nem tennéd el legalább akkora könyvet, amikor vendégünk van? Elnézést. De ez annyira izgalmas. Épp anyagot gyűjtök. Gyűjtöm azokat a leveleket, amelyeket angol kivándorlók írtak a 19. században a családtagjaiknak, mert szeretnék erről egy könyvet írni. Levelek a szabadság országából. A mi családunk például Skóciából jött, még az első nagy kivándorlási hullámmal, 150 évvel ezelőtt. Az édesanyám erőteljes kutatásokat végez. A családi legenda szerint őseink egyetlen bőröndel érkeztek Amerikába. Pontosan. De szorgalmasak voltak, és sikerült boldogulniuk. És ön hová valósi, Miss Porter? Én egy kis faluból jöttem, Danbury mellől. És a szülei? Anya. Mindig nagyon tanulságos egy ember családi gyökereit megismerni. Miss Porter? Az édesanyám igazi gazdálkodó családból származik, de ő tovább tanult. Történelem és irodalom szakot végzett. Ő tanult? Igen, én is szerettem volna, de nem volt lehetőségem. És az apja? Őt alig ismerem. Na és miért? Zenész volt, és a gitárját mindig fontosabbnak tartotta, mint a családi életet. Nagyon sajnálom. Nem lehetett könnyű ilyen nehéz családi körülmények között felnőni. Ha nem kezdünk el enni, mindenki fog hűlni. Nagyon kedves, de igazán szép gyerekkorom volt. Büszke vagyok az anyámra, hogy teljesen egyedül is boldogult tanárnőként. Mindenem megvolt. Meg tudná nézni az én számítógépemet is? Nagyon sokáig áll fel a rendszer. Talán ön rögtön tudni fogja, mi a hiba. Rendben. Először a megbízásomat kell teljesítenem a cégnél, de utána nagyon szívesen. Mrs. Dalmén elég különleges. Ráadásul fogalma sincs, milyen helyzetben van a cége. És a fia titkolja előle, hogy én miért vagyok itt. Ez elég rémesen hangzik. Annyira hideg van. Annyira hideg van, Harry. Igen, tudom, csak nem vagyok hozzászokva. Szerintem gyorsan végzek itt, és megyek is haza. Az esküvőre épp vissza is érek, rendben? Hiányzom. Persze. Csak akkor hiányzom, ha magadnak kell reggelit csinálnod. Igen, tessék. Később visszahívlak. Szia. Üdv. Tessék, ez az öné, ha még mindig fáznak. Ez kedves, köszönöm. Szívesen. Nagyon szép. Pedig a maradék gyapjóból készítettem. Tényleg? Nagyon szép darab. Gondolja? Köszönöm. Nos, holnap Philip körbevezeti. Aludjon jól. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó ét. Thank you.
Ez itt a központi iroda. Ő pedig itt a jobb kezem, Kirsty McIntyre, már az apámnak is dolgozott. Igen. Kirsty, Jennifer Porter, akit Grant Emerson küldött. Üdvözlöm. Jó napot, Miss Porter. Ha bármire szüksége lenne, csak forduljon Kirstyhez. Igen, nos, a legjobb, ha megmutatom az irodáját, ahol nyugodtan dolgozhat. Miss McIntyre, van itt egy kis ellentmondás a könyvelésben. Meg fogom nézni. Köszönöm. Van még valami? Én megértem az ellenérzését, de elsősorban azért vagyok itt, hogy felmérjem a gyár állapotát és lehetőségeit. Igen, pontosan. Elég gyorsan meg fogja állapítani, hogy az üzem veszteséges, és hogy amint lehet, be kell zárni. Nem, vagyis először is arra szeretnék rájönni, mi az, ami nem működik jól. És aztán amennyiben a megbízóm szükségesnek látja. Mr. Dalmain, megnézhetném most a gyárat? Csak gépek vannak. A lényeges dolgok a könyvelésben van. A költségvetést otthonról is ellenőrizhettem volna. Azért küldött ide Grant Emerson úr, hogy az üzemmel kapcsolatban javaslatokat tegyek. Minél többet látok, annál hamarabb fog valami eszembe jutni. Rendben. A gyár természetesen áll rendelkezésére, amikor csak uhatja. Köszönöm. Miért ilyen ragadós a padló? A gyapjúból származó lanolintum. És ott készítik elő a gyapjút a szövésre. Sok család már generációk óta dolgozik nálunk. Jennifer, bocsásson meg a tegnap esti füllentésért, de nem akarom anyámat fölöslegesen aggasztani. Azt sem tudja, hogy a cég nagy része már Grant Emerson tulajdonában van? Nem sokat foglalkozik az üzlettel, de tudja, hogy én csak az ügyvezető vagyok. És mi található ebben az épületben itt? Használaton kívüli szövőgépek. Ma már kizárólag csak modern szövőgépekkel dolgozunk. Azért megnézhetem? Ott tényleg semmi érdekes nincs. Erre semmi szükség. Ott viszont van egy... Kérem. Abel? Igen? Megmutatná Miss Porternek a szövőgépet? Szívesen. Ön tényleg nagyon alapos. Igen, próbálok az lenni. Jöjjön. Szia, Linda. Nem, épp Roscoe Riggs. Abel Fraser. Jennifer Porter. Abel megmutat önnek mindent. Később találkozunk. A bankból telefonáltak? Megyek, rendben. A régi szövőszékeket már nem használjuk. Tudja, korábban én tartottam itt karban mindent. Most már csak felügyelek és kiegészítem a nyugdíjamat. Mióta nincsenek ezek használatban? Körülbelül 10 éve. De nagyon jó állapotban vannak. Igen, nem vártuk meg, míg teljesen tönkre mennek. Itt vannak a kis kapacitású szövőgépek, és itt vannak, amelyeken akár 6 méter széles anyagot is meg lehet szőni. Igen. De ezeknek is vége, mint a Dalmain műveknek. Ki mondta ezt? Már régóta kering a pletyka. Nem tehetünk semmit. Kár, hogy az öreg Stuart Dalmain már nem él. Ő mindent a kezében tartott. És Philip Dalmain? Lenyűgöző az üzem, tényleg. Nagyon jól jönne most egy kávé. A kávégép már hetek óta nem működik. Itt mindenki a saját kávéját issza. És? Mikor zárják be a gyárat? Ahogy mondtam, ez még egyáltalán nem dőlt el. Csak felmérem a terepet. Van valami fogalma a textiliparról? Egyáltalán semmi. De azt tudom, hogy egy gyár veszteséges, ha drága gépeken, drága anyagokból olcsó termékeket állít elő. Ez egy elég egyszerű és általános érvényű piacgazdasági alapelv.
Korábban nem olcsó termékeket állítottunk elő. Tudja, volt idő, amikor a Dalmains a minőségéről volt híres. Tessék! Ez a Porter mindenbe beleüti az orrát. És épp most, hogy végre vevőt találtam a régi gépeinkre. Tudod, mi a véleményem. De szükségünk van a pénzre. Különben valaki az orrunk előtt viszi el a könyvesboltot. Ez az egyetlen esélyünk, hogy végre megvehessük a boltot. Jól van, akkor megkérdezhetek még egy bankot. Felejtsd el. Beszéltél már erről az édesanyáddal? Tudnia kéne, mit tervezel. Miss Porter, mi újság? Segíthetek valamiben? Félek, hogy Philip Dalmain elfelejtett hazavinni, pedig nem mondtam neki, hogy itt akarok éjszakázni. Taxi vagy busz nem jár erre, ugye? Gondoltam. De odaadom a biciklimet. Még úgyis be kell zárnom, és majd felhívom az unokahúgomat. Nagyon köszönöm. Mit keres maga itt? Csak nem a Dalmainsnél dolgozik. De főállásban. Szabad időmben viszont szívesen foglalkozom pszichés problémákkal. Tényleg azt hitte, hogy szendvicseket árulok? Ebben a ruhában? Nem, én csak beálltam egy percre. New Yorkból jöttem, és megálltam egy kávéra. Minden rendben? Nem, de igen, igen, minden rendben. Csak nagyon meglepődtem. Ha gondolja, hazaviszem autót. Nem, köszönöm. Egy kis mozgás, friss levegő nagyon jót tesz. Oké. Viszlát! Ez elég vicces, nem? Mit keres az a pasas a gyártelephelyén? Biztos az egyik nyaralóban lakik. Gyakran szállnak meg ott hegymászó turisták. Vagy úgy. Akkor azért volt túraöltözetben. Tetszik neked? Nem. Jó, csak kérdeztem. És milyen volt az első nap? Nem mondhatnám, hogy tárt karokkal fogadtak. A titkárnő teljesen magamra hagyott. Ne igen, McIntyre fél. Mindenki fél az üzemben. Honnan tudod te ezt? A nagyapám ott dolgozik, mint gondnak. Éből? Ma őt is megismertem. Kölcsön adta a bringáját. Mindent remekül karban tart. Nagyapa nagyon ért a régi gépekhez. Még mindig nem mozgott eleget? Még bírom egy kicsit. Már nem vagyok messze. Igen, már csak úgy körülbelül 6 mérföld lehet meredeken felfelé. Szálljon be, elviszem. Hát jó, jól van. De csak mert Mrs. Dalmain dühös lesz, ha nem érek oda pontosan a vacsorára. Ez elég alapos indok ahhoz, hogy beszálljon. Szabadúszó vagyok, de most egy befektetőnek dolgozom. Általában otthonról, a gép mellől. És most kiküldték a helyszínre, hogy felmérje, mit lehet kezdeni a gyárral. Igen, pontosan. Elég furcsa. Általában elvont számokkal dolgozom. Itt viszont emberek vannak, akik aggódnak a jövőjük miatt. És mit szól ehhez a befektető? Az egyéni sorsok nem érdekli. Honnan tudja? Személyesen is ismeri? Egyáltalán nem ismerem, vagyis személyesen nem. Csak e-mailezünk és telefonon beszélek a titkárnőjével, de szerintem ilyen típus lehet. Miért? Ön is tudja, milyenek az üzletemberek. Általában csak a gyors profitra gondolnak. Igen. Ha egy vállalat túl sok veszteséget termel, nincs mese, akkor be kell zárni. Hogy mondhat ilyet? Az ember azért végig gondolja, milyen más lehetőség van még, vagy... Na igen. Ha ennyire érzékeny, akkor azt hiszem, rossz szakmát választott. Nem hiszem, hogy bármilyen rálátása is lenne a dologra. Nem. A kerékpár a gyár gondnokáé. És köszönöm a fuvart.
Gwen, kérlek, figyelj az étkészletre. Tudod, milyen értékes? Igen, anya, itt élek pár éve. Hol van Philip? Szerintem úton van hazafelé. Később megnézni a számítógépemet a dolgozóban? Hát persze. Köszönöm. Letöltöttem egy új íróprogramot, de egyáltalán nem akar működni. Igen, lehetséges. Az ilyesmit először konfigurálni kell, ami eltart egy ideig. Megnézem, amint végeztem az irodában. Ott segíthet önnek Gwen is? Itt úgyis csak unatkozik. Azért azt nem mondhatnám, hogy unatkozom. A háztartással és veled. Látnod kellene az itteni tájakat. Annyira szép minden. És végül is a gyár sincs annyira rossz állapotban. Bár nem tudom, mit kezdhetnénk vele. Küldj nekem is pár fotót. Nem tudom, hogy szabad-e. Na jó, mivel rólad van szó. És egyben elküldöm Grant Emersonnak is az első jelentést. És drágám, felhívnád te a virágkötőt? Nekem egyetlen perc szabad időm sincs. Igen, képzelem. De akkor ne kritizáld a választásomat. Biztos, hogy nem fogom. És Jenny, nagyon hiányzol. Na persze. Most is ott ülsz a tévé előtt. Sör a kezedben, lábad az asztalon. Igen, tudtam. Jó éjszakát, drágám. Első pillantásra semmi meglepetés. A géppark teljesen heterogén, de jó állapotú. Az igazgatónak nincs stratégiája új vásárlók szerzésére. Egyelőre nincs más lehetőség, mint a bezárás. Üdv, Jennifer Porter. Pont olyan, ahogyan gondoltam. Okos kislány. Ráadásul csinos is. Köszönöm az első értékelést. Szükségem lesz a gyár és a melléképületek felmérésére. Rendben van, Mr. Grant Emerson. Philip, itt van még? Már elment. Remélem, találkozom vele a gyárban. Sok megbeszélni valunk lenne. Rosszul áll a szénánk, igaz? Őszintén szólva... Gwendolyn! Gyorsan felviszem neki a reggelit. Néha ki sem kell az ágyból. Gwendolyn! Talán majd később beszélhetünk. Igen, az jó lesz. Igen, szia Dave, Harry vagyok. Megvan az összes fotó a szövőgyár épületeiről. Igen, a terület és a kilátás is gyönyörű. Átküldöm neked. Nem, egyelőre biztosan nincs másik vevő. Ne aggódj, az információimat a privát forrásaimból merítem. Segíthetek valamiben? Igen, szeretnék egy bakancsot. Valami olyasmit. Miért riad meg, ha meglát? Ennyire ijesztő vagyok. Lehet. Talán be kellene mutatkoznom. A nevem Robert. Szeret kirándulni? Igen. Legalább nem magas sarkúban megy. Ez vízálló és légáteresztő. Nem rossz választás egy New Yorkitól. Vannak itt nagyon jó túrák, kezdőknek. Ha gondolja, elkísérem, úgy nem téved el.
Nagyon kedves öntől, de nincs szükségem rá. A New Yorkiaknak nagyon jó a tájékozódó képességük. Én is nagyon szép napot kívánok. Ez egy búcsú ajándék Mr. Grant Emersontól? Nem. Ez tőlem van. Nem tudok kávé nélkül élni. Kér egyet? Nem, köszönöm szépen. Van nálam saját. Apropó, láttam, hogy a régi szövőgépek nincsenek leltárba véve. Már rég nem használjuk őket. Igen, de attól még az üzem tulajdonát képezik. Ezzel személyesen Philip foglalkozik. Őt kell róla megkérdezni. Köszönöm. Őt akartam megkérdezni, de... mindig ilyen gyakran van távol. Ő tudja, hogy hol van dolga. Miss Porter? A mi cégünk nem pályakezdők játszótere. Gondolt már valaha arra, mihez kezdenek az itt dolgozó családok, ha a Dalmainst be kell zárni? Itt nincs más munka lehetőség? Nincs. És nem tudnak megélni a kis földművelésből és juhtenyésztésből. Nem, nem. Ha a gyár bezár, akkor az embereknek el kell költöznie, és a közösség felbomlik. Miss McIntyre. Tisztában vagyok a felelősségemmel. Kérem, higgy el, hogyha találok valamit, amivel a gyár bezárását megakadályozhatom, meg fogom tenni. Maggie! Jenny! Szia! Ez kedves tőled! Az előbb voltam a standnál egy kávért, és láttam a táblát. Mi történt veled? Csak leestem a létráról, és kiment a bokám. Fáj? Kibírható. De azt hiszem, pár napig nem nagyon járkálhatok. Mike szerint minden rendben lesz, de nem szeretné, ha egész nap egyedül lennék a hegyekben. De tudod, kell egy kis környezetváltozás. Itt csak birkákat meg alpakákat látok. Kinek kell a környezetváltozás? Ő itt Jenny New Yorkból, a lány, akiről meséltem. Jó napot. Én vagyok a nő, aki elijeszti Maggie vendégeit. Apropó, azzal a pasassal folyton összefutok. Olyan, mintha követne. Akkor bekapta a csalit. Isten ments. Azt el sem tudom képzelni. Valahányszor megjelenik, halálra rémít. Ez vonza a férfiakat. Felébreszti a badás ösztönüket, vagy mit? Aha. Én is egy ilyen olcsó kis trükknek dőltem be. Mielőtt idejöttem, azt hittem, csak az Andokban vannak. Mike a fejébe vette, hogy a bárányok mellett alpakát is tenyészt. A szomszédok mind bolondnak nézik miatta. Nézzenek csak! Ezek nagyon igénytelen, könnyen kezelhető állatok. Egy birka takarmánya 8 alpakkának elég. Ha gondolod, nyugodtan bejöhetsz. Tökéletes innen is, köszönöm. Ne aggódj! Az alpakák nagyon barátságos állatok. Hmm? Csak akkor harapnak, ha veszélyt éreznek, vagy rosszul tartják őket. Szóval pont olyanok, mint Maggie. Menj anyuhoz. Egyen meg, csak oh. Vagyok. Már megint itt van. Szép fotók. Jó szeme van. A lényeges dolgok. Igen, a fotók a főnökömnek lesznek. Dokumentálnom kell a területet és a melléképületet. Ez jó. Az előttem lévő épületet még nem fotózta.
Oké, ennyi elég lesz. Elég lesz, köszönöm. Kérem, adja vissza a fényképezőmet. Édes, amikor mérges. Fejezze ezt be. Azonnal adja vissza a gépemet. Nem hiszem, hogy maga csak a számítógép miatt van itt. De én kizárólag azzal a megbízással jöttem. Igen, igaza van. Tudja, én többet tudok, mint ahogy a gyermekeim hiszik. Philip próbál mindentől távol tartani, de érzem, hogy valami nincs teljesen rendben. Gwen, el kellene mondanotok édesanyátoknak az igazat. Az Philip dolga. Én képtelen lennék. Te még nem láttad, milyen, mikor anyám dühös. Hogy bírod ki egyáltalán? Bocsáss meg, hogy ezt csak így kimondom, de szerintem az anyád elég fárasztó. Őt is meg lehet érteni. Nem tudta megemészteni, hogy nem tanulhatott, és az apám halála után minden még sokkal rosszabb lett. Szívesen vagyok vele. Nagyon szereted őt. Tudod mit? Majd megmutatom, hová szoktam elbújni. Enélkül talán tényleg nem bírnám ki. Oké, jó. Köszönöm. Ez az. Aha. Szabad? Persze. Anyagokat tervezel? Igen. Pár évig a textilipari főiskolán tanultam New Yorkban. És mégis itt élsz. Nem fejeztem be a tanulmányaimat. Na és miért? Beleszerettem a tanáromba, aki házas volt. 2 évig a szeretője voltam, amíg vártam, hogy elválik, de aztán meghalt az apám, én meg hazajöttem. Így legalább volt örön, és gyorsan túltettem magam. Az anyagok gyönyörűek. El is adod őket? Igen, van egy szűk vevőköröm, egyre többet rendelnek. Philip és anyád tudnak róla? Nem hiszem. Már nagyon régóta nem voltak itt fenn. Ráadásul nem is olyan nagy dolog. De, ez igenis nagy dolog. Köszönöm a fotókat. Lenyűgözőek. És te jól haladsz? Úgy szeretnék tenni valamit a gyárért. Az a drága jó szíve. Jenny. A gyár veszteséges, és sehogy sem lehet segíteni rajta. Nem is tudom. Ma egy igen érdekes felfedezést tettem. Én is. És utána vétkeztem is. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Pár napig nem vagyok ott erre, te... Na, mesélj. Vettem magamnak egy új öltönyt. 100% alpaka. Alpaka? Egy öltöny alpakából? Igen. Nagyon puha. Finomabb, mint a kasmér. Nagyon könnyű és teljesen modern. És sajnos méregdrága. De az öltöny megérte. Ez nem lehet véletlen. Mike és az alpakái. Milyen Mike? Milyen alpakák? A legtöbb tenyésztő a gyapjáért tart alpakát. Az alpaka gyapja könnyebb és melegebb, mint a bárányé. Természetes fénye megmarad a végterméken is. Jó reggelt! Még egyszer köszönöm, hogy tegnap megmutattad a műhelyedet. Tudtad, hogy alpaka gyapjúból csúcsminőségű termékeket állítanak elő? Szerintem ez egy olyan lehetőség, amivel a gyár megmenthető, és a te tehetségeddel. Mi történt? Anya nem érzi jól magát. Migrénje van. Hívd ki az orvost. Nem szerencsés, hogy mindenben egyedül akarsz helytállni. Gwendolyn!
Idehoznád kérlek a gyógyszereimet? Ágyban maradok. Igen, anya. Mennem kell. Később beszélünk. Mondd csak, nem tudod, hol van Philip? A barátnőjénél van Lindánál. Egy könyvesboltban dolgozik a Hudson Street-en. Valójában örülök neki, ha a Dalmains műveket bezárják. Végre nem lesz rajtam ekkora nyomás. És új életet kezdhetünk a könyvesbolttal. Teljesen biztos vagy benne, hogy lesz rá pénzünk? Igen, a vevő a régi gépekért jó árat mondott. És ha most beszélünk Mr. Thompsonnal, elég lesz rá a pénzünk. Segíthetek valamiben? Jennifer, ő Jennifer Porter, akiről már meséltem. Örvendek. Jó napot. A testvére mondta meg, hol találom. Gondolkodtam rajta, hogyan tarthatnánk mégis életben a gyárat. Életben tartani? Nos, ez tényleg jól Igen, hangzik. De ez még csak egy kósza ötlet, és szükségem lesz a segítségére. Rendben, később beszélünk az irodában. Sajnos most fontos megbeszélésre megyek. Philip, komolyan kéne vennie a javaslatomat. Komolyan is veszem. Hogy akar segíteni nekünk? Nem tudom, működni fog-e, de a gyár megérdemel egy esélyt. Na, és mire gondolt egész pontosan? Valójában rém egyszerű. A Dalmains művek nem gyárthat tovább ilyen olcsó termékeket. Változtatni kell. Nekünk? Ezt hogy gondolja? Új termékeket kell piacra dobni. És mit akar az, hogy új termék? Talán álljunk át csokoládéra, és gyártsunk mikulásokat és húsvéti nyulakat? Nem. Maradunk a gyapjúnál. De váltani fogunk. Méghozzá alpaka gyapjúra, amit szintén itt az üzemben fogunk feldolgozni, ahogy korábban. És hogy fog ez működni? Először is megkérdezzük Mike-ot, hogy tud-e nekünk alpaka gyapjút szállítani. Mike Nettleton-t? De hisz, ő csak hobbiból tart pár alpakát. Igen, de ő ismer más tenyésztőket is. Értem. És utána hogy dolgoznánk fel a gyapjút? A régi szövőgépeken. De azokat újra üzembe kell helyezni. Igen, erről már beszéltem Abel-lel. Évek óta erre vár. Mert megőrült. Így talán megmenthetnénk a gyárat. Ön is kér egy kávét? Igen. Szívesen. Nyugodtan tegezzen. Jenny vagyok. Jenny? Kirsty. Én Kirsty vagyok. Az én gyapjúm nyilván nem lesz elég. És tudsz beszélni a többi tenyésztővel, hogy adjanak el nekünk gyapjút? Persze, beszélek velük. Most azonnal bővítened kell a nyájat. Most hirtelen fontos, igen, most mi? Hirtelen fontos. Komolyan, szerintem Jenny ötlete szenzációs. És mit készítenénk a gyapjúból? Még nem tudom pontosan, de tegnap Gwendolyn megmutatta a munkáit, és nagyon szép dolgokat készít. Igen, talán jobb lenne, ha ő venni át a gyár irányítását. Igen, mert valahogy az a benyomásom, hogy Philip nem igazán viseli a szívén a gyár sorsát. Sőt, már az is eszembe jutott, hogy valójában a saját pecsenyéjét sütögeti.
házat! Maga mit keres itt? Dolgozom. Elég szokatlan időpontban, nem gondolja? Hallott már a rugalmas munkaidőről? És ön mi a csodát keres itt? Én itt lakom. Halló? Van ott valaki? Jó estét. Én csak szálló vendég vagyok, és útban vagyok hazafelé. Értem. Jó éjszakát. Igen, önnek is. Szóval titokban eladná a gépeket. Köszönöm a segítségét. Szívesen. Szeretek segíteni az éjszaka dolgozó nőknek. Vagy ez egy betörés volt? Hogy Philip Dalmain nem tudta, hogy ön itt van? Sajnálom, de kívülállókkal nem beszélhetek erről. Tudja mit? Én meghívom önt egy italra. És közben beszélgethetünk. Kicsit fel kéne oldódnia. Én egyszerűen csak haza akarok menni. Majd később. Épp most húztam ki a pácból. Igazán megihatna velem egy pohár sört. Tetszik, hogy ilyen jó étvágya van. A legtöbb nő, akit meghív az ember, általában diétázik. Szóval, mi volt ez a titkos küldetés? Ezt most nem fogom az orrára kötni. De azt nyugodtan elmondhatom, hogy a Dalmain vállalatnál komoly gondok vannak. Ami nagy kár, mert sok lehetőséget látok benne. Igen? Milyeneket? Csak nem érdekli. De... Tessék, jöjjenek. Köszönjük. Köszönjük. Szeretem az ambíciózus nőket. Főleg, ha vonzóak is. Ezt spórolja meg. Jól van. Két sört kérek. Rendben. Na jó. A megoldás annyira egyszerű, hogy bármilyen... Idióta? Befektető. Bármilyen befektető megértené. Az alapvető gond az, hogy ennél a vállalatnál sok különböző terméket állítanak elő olcsón. Tehát be kell vezetni egy értéknövelő új terméket. És itt jön a képbe az alpaka gyapjú. A cég tulajdonában van egy óriási, használaton kívüli régi géppark. Ebből a cég korábbi karbantartója fel tudja készíteni a gépeket arra, hogy akár a finom alpaka gyapjú szálakat is megszőjék. Az alpaka textil... Köszönöm. Köszönjük. Elképesztően népszerű a nemzetközi piacon. És Gwendolyn, Philip Dalmain testvére, remek tervező. Ha az ő anyagterveit felhasználjuk a termékekhez, akkor ezzel betörhetünk az exkluzív Látom, mondhatom. Nem. Elnézést, kit érdekelne egy ilyen régi gyár? Nem. Ahol 120 dolgozót kell elbocsátani. Nem, én megértettem a terveit, és úgy gondolom, hogy el kéne mondani a mindenképp a főnökének, annak a... Grant Emerson. Igen, az egészet. Önnek van fantáziája és elképzelései. Köszönöm. Bár szerintem azt fogja gondolni, hogy megháborodtam. Végül is, ő csak gyors megoldást akar. Ki tudja. Szerintem mindenképpen jó jel, hogy a főnöke személyesen ide küldte. Le fogja nyűgözni. A rendkívül ötletes mentő ötletére. Ön sokkal szimpatikusabb, mint gondoltam. De az is lehet, hogy csak most tűnik így, az alkohol miatt. Igen. Ez is elképzelhető. Még nem is mondta, hogy ön miért van itt. Ez egy elég hosszú történet. Azért elmondhatja, ha már egész idáig engem hallgatott. Gyerekként sokat voltam itt, mert itt laktak a nagyszüleim. Egyszer egyedül mentem fel a hegyekbe, túl vakmerő voltam, és... Na igen, lezuhantam, és... Súlyosan megsérültem. Szerencsére a hegyi mentők rám találtak. Istenem. Igen, ez... Kemény lecke volt számomra. Sokáig egy sziklapárkányon feküdtem, és azt hittem, hogy meg fogok halni. Aztán, hogy legyőzzem a hegyektől való félelmemet, a szabad időmben a hegymászást gyakoroltam, és pár éve már fiatalokat is tanítok. Most is azért nézek itt körbe, hogy alkalmas-e a hely nyári táborozásra. Uh-huh.
Köszönöm a szép estét. Nem is gondoltam volna. Én is köszönöm, Jennifer. És... én szeretnék még valamit mondani. Tudja, az elején úgy gondoltam... Francba. De úgy gondoltam, hogy jobb, ha nem mondok semmit. De... Talán jobb is így. Inkább ne. Jó. Inkább ne. Ezt abba kell hagynunk. Én már majdnem... Viszlát, She's heaven sent you down to earth. Not a while to spend can count the word of all things she does to me. Merre jársz? Kezdjük aggódni, Harry. In the highest degree. Ne. The highest degree. Igen. Then she comes to me with that breathtaking smile. And all I manage to say is hi. Ne legyen nevetséges, Peter. Mit jelentsen ez? Sajnálom, de muszáj a fiát magunkkal vinnünk. Mr. Grant Emerson sikkasztással vádolja. De hát az lehetetlen. Ne aggódj, én majd mindent tisztázok. Van ehhez valami köze? Nincs. Jenny, ezt megbeszélhetted volna velem is. Gwen, semmit sem mondtam Grant Emersonnak a gyanúmról. Mégis mire gyanakodott Miss Porter? A Philip el akarta adni a gyárgépeit titokban. A beleegyezésem és a társtulajdonos Grant Emerson tudta nélkül. Aha. Ez csak is tévedés lehet. Sajnos nem az. Igen? Kirsty, én... Igen, én... Jó, azonnal megyek. Grant Emerson a gyárban van. Jó reggelt. Ön Grant Emerson? Feleljen. Hogy lehetett ennyire aljas? Jenny! Ez volt a szándéka? Tegnap este szándékosan itatott le, hogy a gyárról beszéljek, igaz? Gyakorlatilag kivallatott engem. És mindent megtett, hogy Philipet lecsukassa. Jenny, mi a csoda folyik itt? Jennifer Porterrel mi ismerjük egymást, de még nem volt lehetőségem elmondani. Nem volt lehetősége, ez jó, nagyszerű. Aljas módon a bizalmamba fér között. Jenny, kérlek, nyugodj meg. Kérem, beszéljük meg nyugodtan. Nincs semmi beszélni valom önnel, hagyjatok! Istenem, olyan ostoba vagyok. Sajnálom, sajnálom, óriásit hibáztam. Egyszerűen besétáltam a csapdájába annak a... A gazembernek. Az a gazember kéri, hogy bocsáss meg. Azt hiszi, ez ilyen egyszerű. Mióta tudod, hogy neked dolgozom? Azóta, amióta megláttalak azon a biciklin. És miért akartál inkognitóban maradni? Itt akartál maradni a végéig, és amikor bezár a gyár, mindent felvásárolni? Megértem, hogy dühös vagy rám, de... Én csak azért nem mondtam semmit, mert... Mert tesztelni akartam az új munkatársat. Igen, de annyi előítéleted volt a főnököddel kapcsolatban, hogy soha nem engedtél volna a közeledbe Grant Emersonként. Igen, pontosan. És nem is követtem volna el ilyen óriási hibát, azonnal haza. Nem, nem teheted. Visszamegyünk az irodába, mint két szakember, és átbeszéljük a terveket. Tegnap lenyűgöztél. Nem hiszem el. Még mindig nem értett meg Mr. Grant Emerson. Felmondok.
most már bejöhetsz, elment. És nagyon lelkes volt az ötletedet illetően? Nem érdekel, felmondtam. Alaposan átgondolta, és ad nekünk még egy esélyt. Nekünk csak a felvevő piacot kell megkeresnünk. Magamra hagynátok pár percre, kérlek. Először azt gondoltam, mit keres itt ez a kis titré? Nem sokat várhatunk tőle. Kirsty és Maggie elmesélték a remek ötletét. Ez működni fog. Egy pár nap alatt újra életre keltem a régi szövőgépeket. Ez drámaian hangzik. A cég azért ment csődbe, mert az igazgató sikkaszt. Akkor lejárt a megbízatásod. Na igen, még nem egészen. Miért? Mit kell még csinálnod? Mondjuk, hogy eszembe jutott egy remek mentő ötlet. Épp most mondtad, hogy letartóztatták a vezérigazgatót. Igen, igen, igaz. De van még rá esély, hogy a gyárat... Ne vettesd ki magadat. Hé, először hadd mondjam el. Szerintem... Te egyszerűen nem akarsz belenyugodni, hogy a gyárat bezárják. De úgy tűnik, ez a vágya teljesen irreális. Azt hittem, támogatni fogsz. De úgy tűnik, hogy te nem is akarod tudni, hogy mit találtam. Jenny, ide hallgass! Te őrület, mennyire puha! Igen, ez tényleg a legjobb minőség. Bébi alpaka. De azért ez elég drága. Igen, de a tenyésztők nekünk talán olcsóbban fogják adni, tartós, nagy mennyiségű rendelés esetén. Megpróbálhatjuk. Mike! Hello, Kirsty! Oh, de hisz ez a legjobb minőség. Oh, de puha! És hogy fogunk új vevőket szerezni? Nyugi, nyugalom. Csak szép sorban mindent. Gwendolinnal beszéltél? Nem. Még nem találtam neki a dolgot. Gwen, nem értelek. Gyönyörű anyagaid vannak, remek ötleteid. Hol a probléma? Én nem vagyok tervező. Ez ostobaság. Nem fejezted be a tanulmányaidat, de óriási tehetség vagy, és ezt te is tudod. Ha a gyárnak dolgoznék, akkor mindenre figyelnem kellene, vevőkkel kellene tárgyalnom, és azt nem bírnám. Anya mellett így is alig marad valami időm. Na jó, ez csak mellébeszélés. Az anyát felvehetne egy házvezetőnőt is, és akkor végre lányaként és nem alkalmazottként kezelne. Te mi a csodáról beszélsz? Rólatok. Az anyám egy egész más világban Meg él. Kell neki mondanod, hogy mit akarsz, hogy mire vagy képes. A saját tehetségedre kellene gondolnod. Ráadásul a tervünk nem is működik, ha nem vagy benne. Nélküled nem megy. Jennynek nagyon tetszenek a munkáim. Aha. Azt mondta, a segítségemmel megmenthetjük a gyárat. Hogy érted ezt? Én tervezném meg az anyagokat, amit a régi gépeken szőnének meg, alpaka gyapjúból. Ez az egész csak ábrándozás. Mióta ez a Jenny itt van, minden a feje tetejére állt. Philipet letartóztatták valami nevetséges gyanú miatt. Te különcködni akarsz. Ráadásul hazudott is nekünk, nem is számítógépes szakember, hanem annak a Grant valaminek dolgozik. Kérlek. Anya, nem érdekel, hogy mit gondolsz róla, de bemegyek Jennyvel a gyárba, és segítek neki. Tessék? Tudom, hogy képes vagyok rá, és nem fogom hagyni, hogy most is az utamba állj. Igen, szívesen küldünk önnek anyagot. Igen, alpaka gyapjú. Egyáltalán nem érdekli, értem. Semmi igen, gond. Az állatokat is mit enyhítjük. Igen, természetesen van. Az alpaka gyapja nem szintetikus, teljesen természetes. Igen. Köszönöm szépen, Vishall. Ez az ember azt sem tudta, hogy léteznek alpakák. A legtöbb cég a gyapjút nyomott áron hozza Kínából vagy Tájvánról. Az alpaka egy luxus termék, vagyis
Nekünk egy exkluzív divattervezőre van szükségünk. 2 évvel fölöttem tanult egy nagyon ígéretes divattervező, akit nagyon érdekeltek a munkáim. Talán ő segíthet nekünk. Hogy hívták? Holland. Andrew Holland. Ott van. Andrew Holland. Saját üzlete van a Sohóban. Igen, ez ő. Szerinted tényleg nincs értelme időpontot egyeztetni, mielőtt New Yorkba megyünk? Te magad is láttad. A legtöbben a telefonban azonnal nemet mondanak. Személyesen kell oda mennünk. De ez nem túl profi dolog. Az lehet, de legalább meghallgatnak. Ó, látogatónk van? Igen, és azt is tudom, hogy kicsoda. Ez tényleg lenyűgöző történet. Harry, mit keresel te? Ön nagyon kedves, Mrs. Dalmain. Csak nagyon szerettelek volna már látni, mert nagyon hiányoztál. Aha. Oké. Munkaügyben éppen erre felé volt dolgom. Harry. Gwen, örvendek. Jenny, önnek igazán elbűvölő vőlegénye van. Jó család, jó modor. Tényleg nagyon okos választás. Igen, az édesanyám is mindig ezt mondja. Gwen... Beszéltem Kitty Nelsonnal. Azonnal át tudja venni a házvezetést. Ó. Oh. És megnéztem a kis műhelyedet. Tényleg nagyon tehetséges vagy. Valószínűleg az apádtól örökölted. Azt hiszem, most nagyon büszke lenne rád. Köszönöm, anya. Mi a fenét csinálsz, Harry? Levetkőztetlek a folyosón. Dalmainék házában semmi szex, és még külön szobát is kaptál tőlük. Mióta vagy te ilyen prűd? Én nem vagyok prűd, de már nagyon várom, hogy holnap reggel hazainduljak. Jenny! Jenny, nyisd ki, kérlek! Drágám! Jenny! Nos, Abel, hogy halad? Sajnos elszakítja a szálakat. Na és ez mit jelent? Ha ezekkel nem lehet alpakafonalat szőni, az igazi katasztrófa. Nyugodjon meg, Jenny. Megnézzük még a másik gépen is. Ha ez így nem működik, akkor az egész koncepciót el kell felejtenünk. Új gépeket nem engedhet meg magának a cég. Bocsásson meg, kérem. A végleges kerítés a tér körül lenne ott. Látja, a 30-31 között. Egy pillanat. Mit csinálsz te itt? Ahogy mondtam, ide is hoztam egy ügyfelet. És mi köze van az ügyfelednek a Dalmains művekhez? Erre egyszerű a magyarázat. A gyár csődbe ment. Én viszont találtam egy potenciális vevőt, aki golfhotelt építene a helyére. Padlóra akarsz küldeni? Hogy érted? A táj csodálatos, te is elismerted. Mondd csak. Te észrevetted egyáltalán, hogy épp próbálom megmenteni ezt a gyárat? Ha Grant Emersonnak jó ajánlatot teszek, nem fogja visszautasítani, hisz üzletember. Bizalmas adatokat adtál ki másnak az én tudomásom nélkül. Hogy merted megtenni? Ezt kettőnkért tettem. Ez az üzlet sokkal nyereségesebb, mint a nevetséges napi díj, amit kapsz. Szeretném, ha tiszteletben tartanád a munkámat, és engem is. Jenny, ide hallgass. Összeházasodunk. Aztán jönnek a gyerek. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Jenny! Grant Emerson van a telefonban.
Én elnézést, de egy percre egyedül kell maradnom. Mondja meg Vennek, hogy visszajövök érte, és indulhatunk New Yorkba. Keresel ott lent. Ó, hogy jutottál le oda? Ne nézz így rám, én nem tehetek érted semmit. A mobilián. Gwendolyn, menned kell. Én nem megyek el egyedül. De itt már alaposan felkészültél. Meg tudod csinálni. Most együtt vagyunk a slamasztikában. És Gwen vár rám. És akkor utána fogjuk majd ezeket fotózni, jó, rendben? Rendben. Jól van, készüljetek elő, mindjárt jövök. Jól van. Oké. Okay. Remek, remek lesz. Figyelj, megvan a holnapi anyag? Igen, mindjárt persze, jövök. Minden rendben. Mit tehetek önért? Azért jöttem, hogy megmutassam Mr. Hollandnek az anyagterveimet. Van előre megbeszélt időpontja? Sajnos nincs, de ismerjük egymást. Nem tudom, van-e ideje, az esti bemutatónk előkészületei folynak. Várjon egy pillanatot. Kérem, mondja meg, hogy alpaka gyapjúból vannak. Egy hölgy keres, azt mondja, ismeritek egymást. Most egy percnyi időm sincs. Jó, rendben. Mondd meg neki, hogy kérjen időpontot. Oké. Okay. Sajnálom, de most nem fog menni. Kérem, hívjon fel, és adunk egy időpontot. Köszönöm. Ostoba ötlet volt, akkor ennyi. Köszönöm. Minden rendben? Nem sérült meg? Ezt ön tervezte? Igen. Nem is rosszak. Mondja csak, mi ismerjük egymást valahonnan, igaz? Csodát csinálsz ott lenn? Pihenek. Ah. Összebarátkoztam egy birkával. Együtt kekszezünk, ilyesmi. Segítségre szorulsz? Nem, minden rendben, köszönöm. Nyugodtan tovább mehetsz. Oké, okay. További szép napot. Robert! 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 Kérlek, gyere vissza! Azonnal gyere vissza! Számomra nem jelentene nagy akadályt ez a fal, de azt hiszem, a báránynak szüksége van a segítségedre. Aha.
Kicsit túlhúztad a kötelet, pedig nem is lett volna rá szükség. Persze, hogy nem. Kapok egy köszönömet? Köszönöm. Nagyszerű mentőakció, 100%-os. Ha rossz leszel, újra ledoblak. Gyere, igyekeznünk kell. Jön a vihar. Én arról jöttem. Nem, már nem érünk le. A vihar a nyakunkon van. Tudom, hogy van a közelben egy kis ház. Egy kis ház. Nem. Egy óráig jöttem ide felfelé. Lefelé sokkal gyorsabb. Nem érnénk le. Bíznod kell bennem. Bízni? Benned? Gondolod, hogy a történtek után valaha is bízni tudnék? Pedig muszáj lesz. Gyere gyorsan. Gyorsan vedd le a vizes ruháidat. Nincs szükség rá. De! Vetkőzz le, és takarózz be ezzel. Végül is mihez kezdjek egy beteg munkatársa? Ekkora problémát csinálni egy karcolásból. Ha nincs lekezelve, el is fertőződhet. Jól vagy? Jól. A gépek már működnek. Abel kezeli őket. Gwendolyn pedig felment New Yorkba, hogy beszéljen egy divattervezővel. Remélem, jól boldogul majd. Ez érdekel a legkevés. Az érdekelne, hogy te hogy vagy. Jól. Éppen most mentettél meg. Meleg van, és... Jó reggelt. Jó reggelt. Éppen rólad álmodtam. Az jó. Te már fel is öltöztél? Tényleg mennem kell. Még rengeteg fontos dolgom van. Hát tessék. De. Köszönök szépen mindent. És majd jelentkezem. Én is bemegyek. Beszélnem kell Ruth Dalmain-nel. A fia miatt. Ma kiengedik. Jenny! Merre jártál? Hol voltál?
Én egy kiránduláson voltam. És miért nem jöttél haza éjszakára? Aggódtam érted. A vihar hirtelen meglepett minket, és egy kis házban találtunk menedéket. Itt Robert Grant Emerson, a munkaadóm. És megmentő. Harry Turner, ingatlan közvetítő. Ah. És a vőlegénye. Hamarosan házasodunk. Ezért olyan fontos, hogy Jenny gyorsan végezzen. Ez nem jelenthet problémát. Örülök, hogy személyesen megismerhettem Mr. Grant Emerson. Sajnálom. Természetesen hallottam a Dalmains művek felszámolásáról, és lehet, hogy tudnék egy vevőt, aki megvásárolná a területet, ha érdekli. Akarsz valamit mondani? Szeretném... Nekem... Rendben van. El sem kell mondanod. Harry. Ami köztünk van, az nekem így nem megfelelő. Hirtelen minden megváltozott. És nem lenne jó, ha összeházasodnánk. És minden emiatt a Grant Emerson miatt? Nem. Vagy de. Szerelmes lettem, és... És tudod, hogy nagyon elégedett az ügyfelem terveivel? Csak azt akarod, hogy rosszul érezzem magam. Kérlek, adj nekünk még egy esélyt. Ne. Harry, te menj vissza New Yorkba. Kérlek. Még ma. Ráadásul Mr. Thompson megengedte, hogy kisebb részletekben fizessük ki a boltot. Hé, ez aztán a jó hír. Jaj, én is annyira örülök a tervezői munkának. Jó estét, Miss Porter. Épp önről beszélgettünk. Még nem is mondtunk önnek köszönetet. Jenny, mi történt? Valahogy olyan levertnek tűnsz. Mi a baj? Majd később elmesélem. Most te mesélj, hogy ment a New Yorki megbeszélés. Andrew Holland nagyon lelkes. Tőlük vásárol a téli kollekcióhoz. De hát ez... Szívből gratulálok. Köszönöm. De van egy bökkenő. A textilvására 6 különböző mintát kér, és ezekből legalább 8-10 méteres bálát. Ez hihetetlen. Ez az ember a megmentőnk. De hol van a bökkenő? Nem fogadtál az árainkat? A vásár 6 hét múlva lesz. Egy pillanat. Megígérted neki? Igen, persze. Nem tudjuk megcsinálni az ős régi gépeinkkel. Állj! Gépeket leállítani! Ez nem lehet igaz. Elszakadt a szál. Ebből most mihez kezdjünk? Álmomban sem gondoltam, hogy az alpakafonal ilyen problémás. Nyugodjon meg, Jenny. Megnézzük, milyen, ha lassabb tempóra kapcsolunk. Lemondom Andrew Hollandet. Várjon még egy kicsit. Előbb a tekercseket kell kibogozni. Tudod, mi bosszant a legjobban? Hogy mindenkinek igaza volt. Túl fiatal és tapasztalatlan vagyok. Örültség volt azt gondolni, hogy ilyen egyszerű megmenteni egy gyárat.
Ugyan, Jenny. Egy próbát megért. Robert meg egyszerűen lelépett. Nem. Mielőtt elment, még ivott nálam egy kávét. És mit mondott? Megkérdezte, hogy mikor utazol az esküvőre. Igen, és? Hát én semmit sem mondtam arról, hogy lemondtad az egészet. Jól tettem, vagy mégiscsak el kellett volna mondanom? Nem, nem, ez teljesen rendben van így. Egyáltalán nem tartozik rá. Egyébként sem tettem még túl magam az egészen. Akkor ennyi volt. Abel, mi van a géppel? Ez vajon azt jelenti, amire gondolok? Jöjjön. Működik. Abel, ez működik? Ezt nem hiszem el, ez csodálatos. Abel, tudjuk tartani a határidőt? Meg tudjuk csinálni a vásárig? Mindenki kitesz magáért. Gwen, hagyd már békén az anyagokat. Annyira izgatott vagyok. Szerinted Andrew Holland elégedett lesz? Ugyan már, bele fog szeretni. El sem tudom hinni, hogy időre elkészültünk. Annyira büszke vagyok rátok. A végén minden összejött. Már csak a vevőnek kell jönnie. Jön egy autó. Igen. Igen, ő szállt ki. Hogy nézek ki? Azt hittem, az anyag miatt jön. Tudod, le vagyok nyűgözve. Ez gyönyörű. És nagyon jó minőség. Főleg ez itt. Ezért nem is kértél sokat. Ezt jó áron adjátok. Akkor hát van mit ünnepelnünk. Hadd mutassam be Abelt. Ő tette lehetővé az egészet. Á! Abel Fraser. Andrew Holland. Az ő szakértelme nélkül nem tudtuk volna megcsinálni. Ezután igaza van. Mégis hová megy? Szóval... Parancsoljon. Köszönöm. 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 Gwen, lehet róla szó, hogy esetleg megtervezed a tavaszi női kollekciónkat is? Igen. Egészség. 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 Szia, Linda. Szia. Andrew egy áldás mindannyiunk számára. Ahogy te is, Abel. Oh. Jaj, Philip, olyan boldog vagyok. Annyira örülök nektek. Mi is. Köszönjük, Kirsty. Mindjárt jön. Igen. Örülök neki, hogy ma együtt ünnepelhetünk. Mert sikeres tárgyalásokat folytattunk Andrew Hollanddel, ez új lendületet ad a Dalmains műveknek. A fiam végre közölte velem, hogy a könyvek közelebb állnak hozzá, mint a gyapjó. A lányomról pedig kiderült, hogy egy kitűnő tervező. Aztán itt van nekünk Jenny Porter, aki új megvilágításba helyezte a vállalatot, és igen, most ön következik, Jenny. Igen. Amikor ide érkeztem, mindenki azt mondta, hogy túl fiatal és tapasztalatlan vagyok egy ilyen nagy feladathoz. És bár ez akkor nagyon bosszantott, el kell ismernem, hogy a kételkedőknek igazuk volt. Egyedül soha nem tudtam volna ennyit kihozni a Dalmains művekből. Annyi segítséget kaptam, hogy ez az álom valóra váljon. Nagyon köszönöm a lelkesítést, a támogatást. Köszönöm. Köszönöm.
megengedem. Én nem is tudom. Na jó, de ne lépj a lábamra. Ó, hogy ez mennyire hiányzott már. Nem kellene már New Yorkban? Mi van az esküvő? Azt lemondtuk. Ó, sajnálom. Egyáltalán nem kell sajnálni. Az én döntésem volt. Muszáj valamit megbeszélnem. Szakmai. Mit tervezel a közeljövőben? Kibővítjük Maggie vállalkozását. Terjeszkedni fogunk végig az autópálya mentén New Yorkig. Ha. Igen. Miért is nem? Csak vicceltem. Még nem tudom, mit fogok csinálni. De azt hiszem, mindenképp itt maradok. Akkor jó, mert nem szeretném, ha a legjobb munkatársam túl lenne terhelve. Igazgató egy kávéstandon és a Dalmains művekben, ez egyszerre túl sok. Mi? Ha valamit valaki elkezd, be is kell fejeznie. Mm. Igen, én a közelben találtam egy kedves kis házat. Két ember is elfér benne, és meg akartam kérdezni, hogy... Hogy oda költözöm-e? Hát persze. A legfontosabb dolog, amit a megbízómtól tanultam, hogyha valaki valamit elkezd, azt be is kell fejeznie. De hetente egyszer túrázunk, jó? Esőben. Megbeszéltük. Thank you.